Jó reggelt, milyen napod van? Én ma Edinburgh-ban vagyok, itt töltöm a mai napomat útban a skót felföld felé. Hát egy nap kevés lesz erre a városra, de akkor sem a városban kezdem kifejezetten a turista részeknél, hát ez is egy turista rész. Ez itt mögöttem az Ocean Terminal nevezetű bevásárlóközpont, és nem shoppingolni szeretnék, hanem az a különlegessége, hogy itt van a Britannica nevezetű királyi jacht, amit meg lehet nézni. És szerintem, ha nézted már videómat, akkor pontosan tudod, hogy ha én egy hajót találok, nem bírom ki, hogy ne menjek rá föl. Úgyhogy megyek befelé, lássuk, mit tud ez a hajó. A királyi családnak hagyományosan volt egy jachtja, ez az utolsó, és azóta nincs már, de erről majd később. Ezt a hajót 1951-ben kezdték építeni, még 6. György király számára kezdték, hiszen ő akkor már nagyon beteg volt, és azt gondolták, hogy az egészségének a javulásához jó lesz az, hogyha kap egy új hajót. Az akkori Royal Yacht már meglehetősen régi volt, ezért kezdték építeni. Csak hát ugye 6. György 1952. februárjában meghalt, a hajó pedig ennél később készült el, úgyhogy akkor 26 évesen hatalomra kerülő Erzsébet királynő avatta föl, és ő adta a nevét is a hajónak. Ugye a hajó 1954-től szolgált, attól kezdve lehetett vele hajózni, körbehajózta körülbelül évente a földet, több mint 1000 mérföldöt hajózott az élete során, 1997-ig működött, akkor Tony Blair miniszterelnök jelentette be, hogy a továbbiakban nem támogatják a királyi családnak a hajózását ilyen módon, és kivonták a hajót a forgalomból, azóta itt áll a Leith kikötőben Edinburgh-ban. Ezt a kikötőt is felújították egy picit ahhoz, hogy itt látogatható legyen a hajó, egy alapítvány tartja fönt, és bárki jöhet, megnézheti, körül lehet nézni benne. Gyakorlatilag a királyi családnak az élete nem mindig szórakozásról szólt a hajón. Nagyon sokszor persze esküvői hajózás volt, ahol elmentek például a Karib-tenger környékére, az a szórakozásról szólt, de nagyon sok üzleti útja volt a hajónak, nagyon sok diplomáciai útja volt a hajónak, ahol kifejezetten dolgoztak rajta. A királynőnek a napi rendje is meglehetősen szoros volt. Amúgy a hajón 240 fős személyzet dolgozott, a királyi családnak a saját személyzete a hajózáskor általában 45 fő körül volt. Ez itt a flag deck még abból az időkből, amikor a modern kommunikáció kevésbé működött, és zászlókkal jeleztek egymásnak a hajók. Amúgy a hajón volt még egy érdekes szokás, a legtöbb hajóval szemben itt nem szabadott hangos kiabálással utasításokat adni, hogy ne zavarják a királyi családot a nyugalmukban, úgyhogy a legtöbb utasítást kézjelekkel adták ki. A másik érdekesség pedig, hogy a teljes királyi flottában kivételes módon a személyzetet itt a keresztnevükön szólították, ami teljes mértékben szokatlan volt. A hajón 2 tonna szállítmányt vittek, még a teához is speciális külön vizet hoztak a család számára. Mögöttem vannak a mentőcsónakoknak a leeresztő darui. Egyszer volt szükség arra, hogy használják is őket, akkor sem a hajóval volt baj. 1986-ban Jemenben polgárháború tört ki, és sok brit állampolgár rekedt az országban, és mivel a Britannia közelében volt a partoknak, a királyi család jóvá hagyta azt, hogy a mentésre induljon. Több mint 1000 embert mentett ki a jemeni partokról ez a hajó. Hát érdekes lehetett, amikor menekültként kimentenek, csónakkal felhoznak a hajóra, és utána a királyi családnak a szállásán, illetve a szobáiban alhatsz. Érdekesen néz ki a hajón az a zászló.
gyakorlatilag egy angol zászló, aminek a bal felső negyed részében van benne a brit zászló. Mondjuk egy ausztrál vagy új-zélandi zászló, megszokhattuk azt, hogy így néznek ki, és rajta van a brit zászló egy piciben, de egy angol zászlón ezt ritkán látja az ember. Konyha működik a hajón, fönt le lehet ülni és lehet enni, hát ennek megfelelő áron egy café lattét ittam, ez 3,65-be került. Nyilván nem azért jön ide az ember, hogy olcsón megúszza. Hát elindultam megint, majdnem az orrom után, nyilván megnéztem először, hogy hova megyek, be akartam menni a várhoz, fölültem a buszra, a Google térkép szerint a 34-es busz oda visz, hát oda, csak egy kicsit más útvonalon, és mentem, egyszer csak észrevettem, hogy jól néz ki a környék, leszálltam, a Regent's Parknál sikerült leszálljak föl, most nem mászok arra, nem lesz idő arra, kevés az egész nap, de olyan helyekre sikerül ilyenkor véletlenül eljutni az embernek, mint ez itt mögöttem, ami konkrétan a skót parlament. Ami egyelőre még az Egyesült Királyság része, de ha így megy tovább, előbb-utóbb egy önálló ország lesz belőlük. Legalábbis ugye 2014-ben nagyon határeset volt, 54%-a skótoknak szavazott arra, hogy maradjanak az Egyesült Királyság része, elsősorban azért, hogy maradjanak az EU része, mert az EU egyértelműen megmondta, ha kívánnak, akkor egyértelműen biztos, hogy őket fölveszik azonnal az EU-ba vagy könnyedén. Hát most meg a fordított helyzet van, ugye az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, a skotok nem akartak, jelentős százalékuk szavazott a bennmaradásra, úgyhogy a 2014-es szavazás után most megint napirenden van, hogy egy új szavazás legyen arról, hogy kilépnek az Egyesült Királyságból, és nyilván utána visszalépjenek az EU-ba. Vagy bennmaradjanak, vagy ki tudja közben mi lesz.
Térjünk akkor egy kicsit vissza Skócia történelméhez. Menjünk vissza és ugorjunk vissza akkor egy jó nagyot. Az időszámításunk előtt 8500-ból vannak már nyomok arra, hogy Edinburgh-ban élnek emberek. Aztán azt is tudjuk, hogy az első század végén a római birodalom eljut Edinburgh-ig, és itt tölt némi időt. Ugorjunk előre egy jó nagyot. 15. század óta tudjuk azt, hogy Edinburgh Skócia fővárosa. A 15. század közepén még az angol hadsereg alaposan lerombolja ezt a várost, de abból felépítik, és azóta komoly pusztítás nem történt ebbe a városba, úgyhogy gyönyörű régi épületeket lehet benne találni, akármerre járunk. Vegyünk megint egy picit előre az időben. 1503-ban King James VI megszerzi az angol koronát is, ő a skót király abban az időben, tehát évekig egy korona, egy király alá tartozik a két ország, nem az angolok, a skótok szerzik meg az angol koronát az érdekesség kedvéért, de külön ország marad ebben az időben mind a két ország, és bő 100 évet, 1506-ig kell várni arra, hogy mindkét parlament, a skót és az angol parlament is megszavazza azt, hogy egyesüljön a két ország Nagy-Britannia néven. Azóta egy ország a kettő, és akkor a Westminsterben van a skót parlament az angollal egyben, azaz attól kezdve 1999-ig nincs skót parlament önállóan. 1998-ban hozzák meg azt a törvényt, a skót törvényt, amióta ismét van skót parlament. Tehát a skótok ugyan papíron nem függetlenek, de teljesen önszántukból döntöttek úgy, hogy a Nagy-Britannia része, és ha így megy tovább, akkor teljesen önszántukból fognak tudni úgy dönteni, hogy kilépnek. Ugyanis itt a skót parlamentnek joga van ezt a kiírni ezt a szavazást, szemben mondjuk egy katalán parlamenttel, ahol ugye ezt a szavazást ugyan kiírta, de a spanyol rendőrség szétverte és megakadályozta ezt a szavazást. Itt ilyen nem fog előfordulni, az viszont simán előfordulhat, hogy Skócia 1706 után, tehát több mint 300 év után kilép Nagy-Britániából. Zászló, kék alapon keresztbe menő fehér csíkok, az angol zászló pedig a fehér alapon függőlegesen és viszintesen menő piros csíkok, a kettő kombinációja pedig a brit zászló. Mesteledett, ennyi fért egy napba Edinburgh-ban. Sétáltam körülbelül 8 órát, láttam a Britannia hajót, láttam a várat csak kívülről, mert mire odaértem, az már zárva volt, de így is a vár és környéke egy szép és érdekes látnivaló volt. Hát az biztos, hogy kiderült belőle, hogy ez a város megér jó pár napot, ide még vissza kell jönni, de most nem ez volt a terv, úgyhogy holnap reggel indulok a felföldre, megnézem, milyen a skót nyugati part, egy megállóval elmegyek egészen a túloldalig át a Nemzeti Parkon, és ott még sok érdekes dolog lesz, amivel még jelentkezem. Mára viszont búcsúzom, további szép napot, szervusz!